2013. február 20-án a Budapesti Operettszínház csillártermében egy olyan bejelentés került nyilvánosságra, amely feltehetően nem kis örömet okoz majd az operett műfaj kedvelői számára, és egyúttal az Operettszínház rajongóinak. A nagymúltra visszatekintő Kossuth kiadó ugyanis egy olyan könyvkiadását jelentette be, amely méltó módon öregbíti majd a ma is hatalmas népszerűségnek örvendő Hungarikumot, a magyar operettet. A Budapesti Operettszínház számára az, hogy egy olyan sorozat kezdi meg útját, amely tulajdonképpen 20 kötetből áll majd, és könyv és CD együtt, és azt a nevet viseli, hogy híres operettek, ez egészen egyszerűen a számunkra egy fantasztikus, és majdnem, hogy azt mondhatom, hogy álomszerű pillanatnak a megvalósulása. Csak gratulálni tudok a Kossuth könyvkiadónak, és ügyvezető igazgatónak, Kocsis András Sándornak! Én azt gondolom, hogy ez a sorozat igen szerencsés csillagzat alatt indul el. Először is kezdem én azzal, azt hiszem, aki kártyázik, az tudja értékelni, hogy az, hogy 21. Mi nem 19-re húztunk egy lapot, hanem nagyon tudatosan jutottunk el a 21. sorozatunkig. A főigazgató szerényen elhallgatta, hogy amikor én telefonon megkerestem, a találkozó rövidesen észrejött, és itt meglátogattam a Bohim tanyáján, és akkor így megkérdeztem, hogyha sikerül ezt nekünk megtennünk, vajon elvállalja-e a főszerkesztését? Tehát ő elhallgatta, hogy a sorozatnak ő a főszerkesztője, mi tudunk egy know-how-t, nyilvánvalóan egy marketing szisztémát, egy kiadói metodológiát, na de hát a tartalom a content. Egy igazi operettes sajtótájékoztatóról természetesen a vérpesdítő műsor sem hiányozhat. Éppen ezért Bordás Barbara a Csárdás királynőből adott elő részletet, míg Dancsanna Mari és Kerényi Miklós Máté, a közelgő Ördögölő Józsiás főszereplői, a Marica grófnőből adták elő közös számukat. Következőt írta Adi Endre. Az operett voltak éppen a legkomolyabb színpadi műfaj, a legszebb és legszabadabb, melyel királyokat üthetnek veszedelem nélkül nyakon, és mely hatalmas, ötletes, újító vágyak a lelkekben születnek, többet rombolhatnak-e korhat világból öt parlamenti obstrukciónál. Szeretném hangsúlyozni, Adi Endrét idéztem. Már előre mi nagyon büszkék vagyunk, hiszen az első kötet megjelent, és feltétlenül meg kell, hogy említsem, mi hosszú évek óta már a 20. sorozatban együtt dolgozunk a Metropollal, és személy szerint Hivatal Péterrel. Mondjuk egy simán könyvesboltban megjelentetett hasonló termék árának, hát azt gondolom a fele körül van, és végül is azt a technikát, vagy azt a taktikát választottuk, hogy a nagy forgalom kis haszonra számítunk. Ebbe óriási a rizikó, hiszen hogyha nem megy el a nagy példányszám, akkor a bevétel az jóval kisebb lesz. De eddig szerencsére ez bejött, és ez is igazolja azt, hogy van fizetőképes kereslet az értékekre. Közmédia vállalata az MTV a nevében én is szeretettel köszöntök mindenkit. Portalanítunk. Tehát portalanítunk abban az értelmében, hogy minden olyan mellé állunk, és minden olyat igyekszünk felszínre hozni és segíteni, ami valójában soha nem volt poros. A por előítéletet tapadt rá, hogy így fogalmazzak, és igaz ez bizonyos mértékig az operettre. És a közmédiának mi más lenne a dolga, a feladata, hogy egy-egy ilyen kiváló kezdeményezés mellé álljon, és minden platformján, esetünkben 4 televízió csatornán, 8 rádió csatornán, online felületeinken, lapjainkban ennek hírét vigyük, hírt adjunk róla. Sokszor kérdezik tőlem, hogy ugye az operett egy halálra ítélt műfaj, ugye az operett, ugye ma már nem ír senki operettet. Mindig azt mondom, hogy és görög drámát ki ír ma? A görögök, de már nem azokra a görög drámákra gondoltam. Ki ír ma Shakespeare stílusában drámát? Ki ír ma Dürrenmatt stílusában drámát? Senki. De ezek a remek művek, amik egyszer születtek egy bizonyos korban, ezek tulajdonképpen más korokban élnek tovább, mert fantasztikus tartalmakat hordoznak.
A görög dráma, szoktam mindig mondani, hogy az erkölcsökről szól. Shakespeare drámai átlevőre a hatalomról beszélnek. Mindig a mélyén azt találjuk, Dürrematnál a pénz a központi kérdés. Az olasz operáknál, az olasz romantikus operáknál érdekes módon ugyanaz, mint a mai abszurdoknál, a világ kiismerhetetlenségének és különlegességének a rejtélye. És miről szól egy opera? Hölgyeim és uraim, a szerelemről. A szélsőséges, őrült szerelemről, minden operett sztoria erről szól, és ez annyira aktuális, hogy én nagyon büszkén mondhatom, hogy egyre több fiatal néz ma operettet. A musicalekkel is becsábítjuk tulajdonképpen a nézőinket az operettekhez, de egyre több fiatal fedezi fel. Arra törekedtem, hogy minden egyes kötetnek a szerkesztője igazából éve szembesüljön azzal, hogy neki a múltról egy megírt darabról kell írni, de a mának. És olyan gondolatokat vessen föl, amit itt és most érdekesek. Az én hitem az az, hogy az operett nem egy elavult műfaj, az én hitem az, hogy az operett létezik, és hogy fontos. Hát itt van egy hungarikum, az operettek, és amint ez megfogalmazódott, megkerestük az Operett Színháznak a vezetőjét, főigazgató urat, nem volt egy bonyolult tárgyalás, azonnal úgy gondoltuk, hogy közösen érdemes ezt megtennünk, és hát nem egész egy év alatt készen vagyunk a sorozattal, és erre legyünk nagyon büszkék. Ebben a pillanatban, hogy az újságos standokra kerül, olyan sok a terjesztési font, hogyha minden egyes standon csak néhány példányt vesznek meg, már akkor is úgy tűnik, hogy egy komoly sikert lehet elérni. Tessék szeretni az operettet, mert ez a miénk, és ez nagyon-nagyon izgalmas dolgokra képes. Például arra, hogy mosolyt csajjon az egyébként szomorú arcon.